Ez a különös formájú fegyver, ez nem légpuska, hanem egy muzeális besorolású hobbi célú puska, melyet Kisztériában készít egy Bartal nevű ember, tőle kaptuk tesztelésre. Ugye ennek a töltése, amiben a titka rejlik, tehát a kakast biztonsági állásba kell hátrahúzni, ezek után ezt az elemet, amit nevezzünk töltényűrnek, tudjuk kivenni. Ide hátulról egy 6 mm-es startpatron megy, előről pedig egy 7 mm-es ólomlövedék, amely lehet hengeres, vagy gömblövedék. Ezt, mint egy előtöltős revolvernek a dobjába mondjuk, ugye behelyezem, és egy ilyen segédeszközzel szépen betolom, tövig le. Természetesen ebben a fegyverbe lehet kis mennyiségű fekete lőport is tölteni, erre való ez a kis mérőkanál. Ha a fekete lőport töltet használunk, akár a 300 zsúlt is elérheti a tölkölti energiája. Egyébként pedig csak ólomlövedékkel és startpatronnal néhány 10 zsúlt a tölkölti energiája. Első próbálkozásra ide céloztam körülbelül, hát nem annyira lett értékelhető. Megnézzük 10 méterről, hát ha miről tudtunk elvalni. Tehát ugye üríteni könnyen tudjuk, hiszen a startpatront azt le tudjuk venni, de a lövedéket az csak kilőni lehet ebből a fegyverből, mert nagyon vékony az az átömlő furat. Oda nem tudunk semmi olyat betuszkolni, amivel ki tudnánk előre nyomni a lövedéket. Ugye, ha van egy kész megtöltött töltényűrünk, akkor itt látjuk ezt a furatot, itt meg egy csapot, azt oda bedugjuk, és egyszerűen csak visszafordítjuk a helyére, majd felhúzzuk teljesen a kakast, ott a kis ütőszeg, elsütjük, és ugye a startpatronnak felrobban a csappantyú elegye, abban nincsen lőpor, és az lövi ki a húzagolt csövön keresztül a lövedéket. Amíg másznak csak az ika, és a rock and roll az összkincse, mert elhoztam haza, mert szólni csak itt tudok, amíg a szívem szólni hagy. Ez sem a gyors duplák fegyvere. És itt több kraft van benne, mint a légpuskára. Ugye tett volna egy kart a tervező, akkor nem kéne kiszenvedni innen ezt a helyzet, hanem lenne egy erőkör, amiben megfogom. Most például kicsit földúzott a riasztótöltény, és nem tudom kinyitni. De sem ott vannak a furatok, ugye? Amik a izéhez vannak, ahhoz, hogy ne lehessen felfúrni 22-esre, hogy akkor kilókat. Most egyikbe egy izét, így oldalról mind a kettő egy két ekkora kis csavart, és akkor sokkal nagyobb erővel tudom kifordítani. De hát én mindig csak örülni járok. Úgyhogy semmi nem jön. Jó, tehát mint látható, hogy a fegyvernek a csőköpenyén is ott van a kaliberjelzés, és a Black Powder Only, 0,7 g használható lőpormennyiség hozzá, itt van rajta magyar próbajel, és ugyanaz a gyári szám van a töltényűrön és a csőfaron. Viszont sokkal jobb lenne, hogyha ezen nem kéne, hogy gyári szám legyen a töltényűrön, mert akkor lehetne hozzá olcsón cserélhető töltényűröket biztosítani, és gyorsan lehetne újra tölteni. Gömlövedék 10 méter. Ettől az mocskos a kezünk. De ma fekete pólóba jöttem. Tehát a Bartal puska 10 méterre a gömblövedékkel és Umarex riasztó töltény. Most mindjárt kipróbáljuk hosszúkás lövedékkel. Az első szerkezet nagyon egyszerű single action kakasos.
az első billentyű mögött van még egy kis triggerstop, és igen kis erőre süt ez a fegyver. Ami viszont szerintem hiányosság, hogy körülbelül ugye 3-4 mm-rel hosszabbnak kéne lenni az első billentyűnek, mert az embernek hajlamos így az ujja alá akadni. Vagy a sátorvas kéne, hogy kisebb legyen, vagy az első billentyű hosszabb. Most a hengeres lövedékkel próbáljuk. Ja, nem is úgy célzok. Tehát a hengeres lövedékhez a startpatron igazából elég gyenge. Tehát igen nagy szórást lőtt vele. Az első billentyű rövidségétől eltekintve egyébként egész kellemes ergonómiailag ez a fegyver. Jó fogású a markolat, a tusának is van egy kellemes pofadéka. Egyébként a faágyazást, ha megnézzük, akkor ez két darabból van, fél darabból van összeragasztva. Mint az elővagy, mint a tusarész. És ugye ez szállításhoz ez a tusa pisztoly markolat rész, ez le is csavarozható, és akkor kisebb helyen elfér a fegyver. Meg, ezért kell a szemüveg. Ott látszik, hogy a hüvelyfenék az kicsit ott átszakadt. Egy kicsit tudom rendesen szedni. Ott van néhány, hát ott fújt le. Fókuszál? Igen. Akkor ott van, ott látszik. Így. A Gabi bármivel föl tud robbanni. Ennek nem is egy hangja. Maga ez a fegyver egyébként rendkívül egyszerű felépítésű, és teljesen acélból készült. A hátul van egy irányzék, sín, ide lehet távcsövet szerelni, és egyébként itt az a hátsó irányzék a fegyvernek. Tehát ő. A célgömb pedig ugye cserélhető, illetve át magasságban lehet ezáltal állítani, hogy ez gyakorlatilag egy csavar, egy menetes szárny. Itt egy hagyományos 4,5 mm-es légpuska lövedék mellett látjuk ezeket a 7 g-os lövedéket. Láthatóan, hogy sokkal nagyobbak, sokkal nehezebbek is. Ezek igazából a fekete lőporhoz igaziak. Én egyébként magam részéről nem értem, hogy miért nem 5,5-es kaliberben született ez a fegyver, melyhez ugye a kereskedelemben kaphatók lövedékek, míg ilyen 7 mm-es lövedéket úgy kell gyártani ehhez a fegyverhez, nem kapható sehol kereskedelmi forgalomban. Na viszont tehát azért meg lehet nézni, hogy ez egy 2 centis pozdorjalap, és a gömblövedékkel itt bement, itt pedig kijött. Hát annyira nem gyenge. Csak a hangja. Ott be. Ott ki. Tehát a hengeres lövedék az 5 méterről csak benyomta egy kicsit a deszkát, amit ugye teljesen átütött a gömblövedék. Érdekes, hogy a papírban viszont sokkal nagyobb volt az átütése a hengeresnek. Ez az oldalamban csak igen. Vissza. Tehát másodszorra sem ment be mélyebben. Hát itt van a lövedék, szinte semmit nem deformálódott, fába csapódva és visszapattanva onnan, és ott látszanak a húzagnyomok.